reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Boldog sütörtöket mindenkinek! Így van, így van. Fantasztikus reggel van! Energikus ébredések, stb. Bár igazából mindent hasonlítani kell valamihez, meg minden így gyakorlatilag egy mércéhez mért. Én korábban kellett, vagy kicsit kellett volna, ezért vagyok frissebb. Egyébként erre rájöttem, hogy ez már régen így működik. Igen, tudod mi van? Mikor tavaly előtt futkostam egy kicsit, abban nem tudom, hogy emlékszel, hogy mondtam-e neked, hogy nem az volt a legjobb, hogy elmentem futni, mert faszom a csejtek, egy fasság az egész, hanem hogy korábban keltem. Az, hogy felkelsz, tudod így, és arra a reggeli rutinra nem úgy van időt, hogy tudod így pontra kiszámolva, hanem így van plusz fél órát, vagy 40 perced, és azzal nem több lesz, hanem így mindent így egy kicsit jobban elnyújtasz, sokkal jobban felébredsz. Aha, egyébként. Értem. És persze tudom, hogy ez úgy néz ki, tudod, hogy jaj, faszom, de akkor korábban kell felkelni. Hidd el, hogy amúgy jobb. Tehát, hogyha attól függ, mi a célod. Ezt akartam mondani meg, hogy hogyan össze. Mert múlt héten, meg az előtti héten kislányunk rákapott, gondolta, kipróbáltam ilyen az, hogyha nem fél hét között kell, hanem 5. Aha. Nem tetszett nem neked. Volt annyira jó. De tény is való, hogy mondjuk mi azért úgy visszaszundikáltunk, szóval ez a... Akkor most feleségem foglalkozik vele, akkor én még egy 10 percet hunyom a szemem, most én foglalkozok vele, akkor ő hunyja a szemem, és az úgy nem volt igazán jó. Úgyhogy lehet, hogy tényleg csak fel kellett volna kelni a szerkezett napot. Én nem azt mondom, hogy elkezdeni a napot jó így, hanem azt mondom, hogy mondjuk tegyük fel, hogyha a célzászló az mondjuk 7 óra, akkor hétre jobban leszel, mint hogyha mondjuk 6.30-kor kelsz fel. Értem. Meg eleve szerintem, hogyha ebbe az életszakaszba érzed, úgy nyilván nem a korra gondolok, hanem az életszakaszra, akkor a reggel az egyetlen, ahol tudsz időt nyerni. Amúgy igen. Mert az estén már sajnos semmit igen. Nem tudsz, a reggelen tudsz. Én kezdek egyre jobban hinni abban egyébként, hogy a korábban lefekvés és a korábban kelés jobb módszer, mint az, hogy próbálod kitolni az estét, és reménykedsz benne, hogy nem leszel szarul reggel. Egyre jobban e felé hajlok egyébként, mert nem tudom, másképp indul a nap. Mondom, hát nem hiába, van így az idősek is, hogy... Van bútod. Igen. Tehát van egy boot időt. Hát pontosan. Hát a nyugdíjasokban az meg reggel, amikor a suliba indultál a 6.30-as buszra, azt úgy nézték, mint egy halott, azok úgy ki volt a pattamban. Ők már visszafele jöttek a piacról. Megálltam a piacot, friss kenyér van, minden van, te ki a faszom vagy, itt takarodjál. Úgy, mint a gép. És hidd el, hogy ebbe van valami. Az ember gondolom, hogy egy idővel rájön erre a dologra. De nem rossz. Én is kezdek egyre jobban így erre állítani az agyam. Nekünk csak az a nagyon nagy baj, hogy borzasztó kicsi a lakás, és nem tudok nem felébreszteni mindenkit. Igen. Így nem működik a lopakodás. Érted? És ez azért probléma. Ezért irigykedem azokra, akiknek nagy. És tudod, így csak kikelsz az ágyból, és elmész tudod a ház másik oldalára, ami egy másik bolygó az én olvasatomban, vagy egy másik lakás, és akkor így meg lehet oldani. Ez az egyedüli dolog, ami miatt így nagyobbra vágynék, vagy valami nagyobb élettérre, vagy legalább nem kellene felébredni. Mindenki. Megvan annak is a hátrány, Pistő, amikor kicsit nagyobb a lakás, mi egy közepesbe lakunk mondhatni, és a hálószobában parkettal van. Hiába tudom, hogy melyik az a melyik folt, a barna, vagy a sötétebb, feketésebb, vagy már világosabb, ahova lehet lépni. Én nem tudom, mit csinál ez a parkad, de szerintem mozog. Mármit változtatja az, hogy hol recseg ropog. Ja persze, az a mikorbos, kattogos kurvanyet. Tegnap még nem, oda léptem, és még nem recseget, most már recseg. Igen. És egyébként kislányunk amúgy meg szemét, ha nehogy Isten, véletlenül a sikerül eljutsanak az ajtóig, nyikorgás recsegés nélkül, akkor is fel kell. Érzi, hogy érzi, tudja. Levegőmozgás van, nem tudom, hogy vesz észre, de észreveszi, hogy én azt élvezem ebben amúgy abban a kurva járól, mi az, laminátban, hogy mint a gép, járkálsz napközben, stb., és mondom, ezzel lefekszel, igen. És teljesen mindegy, hogy egy órát olvasok az ágyban még, vagy más felett, vagy nézek videót, akkor kezd el a helyére kattogni, bazd meg, amikor lekapcsolom a lámpát. Tehát szerintem fényre érzékeny, bazd meg, de komolyan mondom. És akkor, ez is persze nincs rendesen lerakva, meg mit tudom én, miket magyaráznak az emberek. Engem ez az egész dolog nem érdekel, a faszért kattog. Igen. Ez van. Úgyhogy ezzel sajnos nem lehet mit kezdeni. Na, de
Ami érdekesség lehet így ennek kapcsán, az tényleg csak annyi, hogy nekem is most már el kell kezdenem beállítani a napot, mondom, hogy kicsit másképpen induljon, mert teljesen más. Meg az ember tudod így átolvas, helyre rakja a fejében a dolgokat, stb. Sok mindent lehet csinálni reggel nagyon. Most már kezdem érteni, hogy fater, miért kellett olyan korán, és akkor egy hétvégén te már bevásárolt, mire felkeltem. Így van. Igen. Engem. Meg hát ugye akkor kell flexelés csinálni, a lombfúvást, meg minden hangos kerti munkát. Igen, abszolút. Szomszédok se aludjanak, jöjjenek már rá, nincs ők is, hogy fel kell kelni reggel. Semmi ilyesmi. De hogy is nem? Akkor kell dolgozni, amikor más elkezd inni. Tudod, és akkor jobb leszel, mint ő. Végül is. A fater élettem, Somino, de még nem kellek korán annyira. Annyira nem kellek korán, de próbálom beállítani a dolgokat olyanra, amilyen. Uh-huh. De nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Mert mondom, nem tudok mit kezdeni ezzel. Mert úgy mindenki fel kell, úgy lehet, hogy megbánom. Uh-huh. Ha érted? Hát igen, úgy sok értelme nincs megpróbálni elmenni, mondjuk tényleg korán reggel bevásárolni, hogyha azzal fel kell tesz mindenkit. Hát megmondom, nem olyan a reggelt átélni igazából. Igen. Hogyha mindenki fel kell, az már ugyannyira nem vicces. Micsoda? Ó, köszi Libra, nem kérem szépen a dolgokat, a bejárás az problémás lenne. Legalábbis ide a városba. Uh-huh. Balázs, akarsz mesélni az élményeidről, vagy csetet olvasol inkább? Mesélek inkább. Jó. Annyira nem lesz hosszú. A mesélés, ezt ugye 2 napot voltunk síelni barátaimmal. Uh-huh. Ausztriába mentünk, begyakoroltam, de nem fogom tudni jól kimondani. Nem mondd ki. Ne? Karintiai területre mentünk. Igen, jó. Bad Kleinkirchenbe. És összejött! Igen. Egyszer nem bírtam ki, mert ott voltunk. Igen. 4 napigban egyszer nem tudtam kimondani rendesen, uh-huh. de most összejött. Igazából 1 napot utaztunk, 2 napot sieltünk, 1 napot utaztunk, úgyhogy nem volt túl gazdaságos megoldás. Mármint így az időre gondolsz. Időre tekintve, igen, mert nyilván ez a Szlovákiába vagy Szlovéniába is mehetünk volna, ami közelebb van, de volt, aki Budapestről jött, volt, aki Debrecenből, mi Debrecenből indultunk. Akkor is lett volna olyan, ami Szlovákiában van, tudjuk. Ott voltunk utolsó 2 alkalommal, 6-7 évvel ezelőtt, úgyhogy most mentünk máshova. Olyan rég nem voltál? Vagy 5-6, vagy 6-7. Na nem tudom. Uh-huh. Megmondom őszintén. De azt tudom, hogy annak idején is sokat jártatok, szóval. Régebben elmentünk minden Snow Attack, meg Snowfest, meg mit tudom én, mik voltak. Minden egyetemi sítábor, parti sítáborba elmentünk. Jó, de nektek ez olyan volt, hogy akkor így tehát hogy ez volt így a fesztivál, vagy mi a tököm. Igen, igen. Más igen. Elmegy, arra gyűjtöget, hogy elmenjen nyáron nyaralni, vagy fesztiválozni. Mi arra gyűjtögettünk, hogy télen elmenjünk síálni, ami fesztivál volt. Uh-huh. Úgyhogy meg hát ott azért egyetemisták voltunk, ott egyetemista kedvezménnyel mentünk meg, mit tudom én, mik voltak, mindegy. Jó volt egyébként, nagyon szép hely, csináltam fényképeket, videókat, elvittem a GoPro-t, aztán rájöttem, hogy nem tudom kezelni azt a változatot, elvittem, úgyhogy elővettem a sajátomat. Igen, Basi azért nem tudott magasabb minőségben rögzíteni, mert nem nyomt elég hosszan a bekapcsoló gombot. Gondoltátok volna, hogy a 8-as GoPro-nak tovább kell nyomni a bekapcsoló gombját, mint a 3-asnak? Én gondoltam volna, és amikor mondtad, hogy adjam már oda a GoPro-t, akkor így, ha megkérdezted volna, hogy kell bekapcsolni, azt is elmondtam. Igen, tegnap levontuk a konklúziót, hogy legközelebb itt kell megpróbáljam bekapcsolni, nem pedig a helyem. Uh-huh. Igen, na ez mindegy, van ilyen. Ez van, előfordul az ilyen. Egyébként mondom, tök jó időnk volt, az volt a baj, hogy túl jó időnk volt, mert meleg volt. Uh-huh. Olvadt a hó. Ilyen első nap 5, második nap meg 7 fok volt. Igen, itthon is egyébként kibaszott fasza idő volt. Igen, nézegettük az időképet, hogy 17 fokok voltak itthon, mondom, úristen. Igen, mondjuk én igazából pont eszembe is jutott, hogy mondom, most mentél síálni, gondoltam, hogy Baden-Baden, vagy hol a faszomban, biztos hideg van a hegyen. Nem volt ez. Nem volt ez sajnos. Úgyhogy ez a reggel 11 órára már annyira megolvadt a hó, mint hogyha jégkásán csúszkálnál. Annyira nem volt élvezetes. Igen. Azért nem a 10-es GoPro-t adtam oda Bazsinak, mert az nagyon nagyot kapott, és még mindig nem tudom eldönteni, hogy rossz-e vagy jó. Igen. Meg én kifejezetten kértem, hogy ne a legújabb az, hogyha tönkre
megy, tönkreteszem, elhagyom, pedig vittem hozzá a kis kábel, de aztán rájöttem, hogy az újnak másabb a tokja, a réginek ugye van a külön kis átlátszó. Igen, az újnak nincsen igazából tokja, igen. És a régi ezén vettem kábelt, hogyha elesnék és a sisakról leszállna a GoPro, akkor a kis kábel az megfogja. Még szerintem olyat, szerintem is, de... olyat síelés közben, vagyis bocsánat, síezés közben, szerintem nem tudtál volna oda baszni neki, mint amit én a távirányítós autóval odakúrtam. Én az elhagyástól félek. Jó, az elhagyástól, értem. A lelkemre lett kötve, most már apuka vagyok, most már figyeljek oda. Ne hagyd el a dolgaidat. Ne menjek a pályán kívülre, már a biztosítás se szól oda. Úgyhogy kurvára maradjak a pályán és vigyázzak magamra. De a pálya mellett bemész a szűszóba, ott azért el tudnak veszni dolgok, hogy helyesek. Jó, hát gondolom. 11-es GoPro megy most, csak nekünk az a régebbi van. Amúgy. Igen. Igen, na mindegy, de azt nagyon csúnyán összebarmoltam, mikor megpróbáltuk megcsinálni a távirányítós autós videót. Igen, igen, az kapott. Rendesen. Igen, nagy sebességgel koptattuk a betonon. Igen. A kurva anyját. Igen, ez nagyon nagyot kapott. Egyébként annyi lábjegyzetem van még a síeléshez. Hogy? Hogy én a társaság feldobta, menjünk, én későn reagáltam. Addigra már meg volt a szállásuk. Velem együtt heten mentünk, 6 emberre lefoglalták a 6 fős apartment, amihez oda van írva a bookingon, hogy nem lehet pótágyazni. Ezt sose értettem meg, de igen. Megkérdeztük azért, hogy nem lehetne, hogy pótágyazni. Egy hetedik ember ott legyen, igen. Hogy mondjuk az egy embernek, igen. Mondták, hogy nem. Mondták, hogy a 6 emberre, nem tudom pontosan, azt hiszem 600 akármennyi euró volt a szállás. Ez 2 éjszaka? 3. 3 éjszaka. Igen. Nem akarjuk el... mi is másoljon a dolgokat, 6 emberre 600, akkor 7 emberre 700, kifizetjük, csak legyen már, hogy... De nem, nincsen. Pótágy, 6 ember, cső. Vártunk egy másfél hetet, aztán én kiderítettem a telefonszámot, és megkértem az egyik németül beszélő barátomat, hogy hívja már fel őket, hogy amúgy mi a faszban? Fizetünk többet. Értem én, hogy nem akarsz vele szenvedni, nem tudod bepótágyazni, valószínűleg ez volt a baja, de hogy nem kell csinálnod semmit, ha én elviszek egy hálózsákot, azt alazok a földön, cső, csak fizetek többet, és nem kell tényleg semmit csinálnod. Mondták, hogy nem kell fizetni többet, a tulaj nem fog róla tudni, mert egy ügyintézővel beszéltünk, aki átadta a kulcsot, meg ő intézi az egészet. Mondta, hogy nyugodtan. Én ennek örömére meg nem lettem a hálózsákot. Szombaton, amit emeltek hétfőn kellett volna átadjanak a futának, és én kedden kapom meg, úgyhogy csütörtökön indulunk. A csütörtökön már nem tudom, hányadik alkalommal beszéltem velük e-mailbe, hogy a picsa van már. Mondták, hogy ma adják, mert csütörtökön adják át a futának, és pénteken kapom meg. Mondom, nagyon jó, én most megyek, úgyhogy el se küldjétek. Hozzánk mindig akkor jön csak, amikor nem vagyunk itthon, úgyhogy... Igen. Úgyhogy jött a B-terv, feleségem persze full ideg, hogy a picsának kell ezt is az utolsó pillanatra hagyni. Jött a B-terv, hogy akkor mi legyen, hát elvittem a kis, nem tudom, jóga matracot, nem az... Polifóm szőnyeget, amin ugye tornázni lehet, meg hozzá egy pokrócot, meg a saját téli takaromat, meg egy díszpárnát, és a kis kézi podgyászból egy helyet egyből 2-t vittem, és az egyikben voltak a cuccaim, a másikban meg a fekhelyem. Mm. De megoldottuk. Én is azt mondom, hogy a faszért nem mentett Decathlonba? Mi? Voltam. Nem volt? Nem. Mindenki most ment. Bocsánat, voltam a Decathlonba, de azt nem néztem meg, mert a webshopukban néztem. Mm-hmm. És... a legolcsóbb az 7000 forint volt, a következő az 10, a rákövetkező 20, és ezek közül egyik se volt, a többit, a még drágábbakat már meg se néztem. Mm. Lehet, hogy azokból volt, de hát most... Csak azért, hogy a Decathlonban amúgy alapvetően így az alacsony kategóriás cuccokból van amúgy rengeteg sok. Nem csak a Decathlonban, Hervízben se volt, meg így az beírtam a Google, nem volt nagy segítség, hogy Debrecen sátor, és... Én egyszer vettem egy sátrat a Decathlonban. Hálózsák, bocsánat. Hálózsák, tudom, bocsánat, sátor jött eszembe. Azok is faszák voltak egyébként, csak ezekben a sportcuccokban, meg az ilyen túra, meg ilyenek, mert én gecén nem vagyok otthon, meglepő módon. Hát jó, olvasgattam én is, hogy mi a különbség a 6000-es meg a 20000-es hálózsák között, de kiderült, hogy anyagvastagság. Nekem az a szerencsém ilyenekben, bár soha az életben nem kerül rá sor egyébként, hogy nekem ilyen főleg vadászhorgász barátaim vannak, na ott töcsém, ha egyszer kérnék kölcsön egy hálózsákot. Uh-huh. Én tudod, így néhány estét végighallgattam, tudod, így a hálózsák feature setet. Uh-huh. Tehát én nem tudnék benne aludni.
ez most mondom. Tehát ilyen, de mínusz 10-ben biztos lehetsz benne, hogy pucéron is melegem lenne. Ezen gondolkoztam én is egyébként, hogy nehogy túl jó hálózsákot vegyek, mert nem a lakáson belül kell aludjak, hanem kint a teraszon. Igen, én egyszer végighallgattam, hogy havarom, mert akik kimentek éjszakai horgászatra, hogy egy másik havaromtól kölcsön kérte a hálózsákot, és ilyen atya úristen. Tehát mert vannak ilyen nagyon-nagyon durva cuccok. Én mondom, az a baj, én egyáltalán nem vagyok ebbe otthon, de aki használja, az a baj, hogy tetszenek egyébként, meg tök jó dolgok vannak. A Decathlonban egy párszor így eltátottam a számat, amikor ott így, nem tudom, valami miért oda mentünk, nem miattam. És ott láttam, hogy vannak itt ilyen nagyon high-tech cuccok, meg minden, csak azt nem tudtam, hogy pontosan mire valók. Tehát mit tudom én, például az ilyen sátorlámpa, meg ilyenek nagyon tetszettek egyébként, csak nem tudtam, hogy mit csinálják vele. De amúgy tényleg iszonyat durva cuccok vannak, csak azok inkább mondom, az ilyen horgászvadász cuccok között vannak. Meg hát azok arra valók, hogy kint aludjál benne a szabadban. Igen, aljat kerestem, amivel a lakáson belül aludjak. Feleségem is kint nem fog fázni benne. Na basszám, már felmondom. Nem 5 fokra fogjuk lehűteni a lakást, hanem igen. 20 fok körül lesz abba. Igazából csak azért kellett a hálózsák, hogy az kicsire összehajtható is legyen. Alattam is valami, meg rajtam is takarjon valami, ez kész. Hogy változtak ezek a siezési árak? Tehát, hogyha oda mész a hegyre, igen, hogy te vagy Balázs, akkor igen, ott kell, tehát mennyit kell fizetni? Próbálom ilyen érdekes témára terelni, lóvé, pénz. Igen? 56,5 eurót fizettünk egy napi síbéletért. Aha, az igen. Az átszámolod 20... Az 710 ezer forint, igen? Igen, ott körül. Uh-huh. Megmondom őszintén, gyerekkoromban voltam utoljára Ausztriába siálni, úgyhogy nagy összehasonlítási alapom nincsen, de azt beszéltük a srácokkal, hogy ahol voltunk Szlovákiában utána Jasznahópokon, nagyjából ugyanaz az árfekvés, csak itt kétszer akkor volt a síterület. Uh-huh. Tehát akkor egy ilyen 20 ezer forint. 21-2000 forint. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Úgyhogy... Egy napra? Nem olcsó. Nem. Mulatság. Cserébe baromi szép látványod van, meg ugye 6 órán elindítottuk ugye a különböző az Apple Watch-on az aktivitást, meg a telefonon a Ski Tracker appot, hogy na, melyik hogy méri, hány kalóriát égetünk, mennyit mentünk, meg ilyenek. Bármilyen meglepő, az meg kurára nem ugyanaz az eredmény jött ki. Uh-huh. Annyira nem, hogy az Apple Watch szerint első nap 2400 kalóriát égettünk el, mármint én, 6 óra alatt, 6 óra edzés szerint, amiben benne volt mondjuk egy óra ebédszünet, amíg nem állítottam le. Az egy kicsit sok. Igen. Az nem valós. Hát, ha láttad volna, hogy néztem ki, akkor eljutott volna. Oké, akkor is. Második napra már csak 1700-at égettem. Ugyanígy a 6 óra, 1 óra ebédszünettel. Igen. De egyébként erről ment nálunk is a vita, hogy van olyan srác, aki most nagyon aktív életet ér sportügyileg, és biciklire cserélte az autót, és azzal jár be dolgozni. Igen. Reggel 20 perc, délután 20 perc, mármint oda-vissza 20-20 perc. Mondta, hogy közelében nem égett ennyit, aztán próbáltuk meg győzni, hogy szerintünk a biciklizés az másfajta erőkifejtés, mint a síelés. Figyelj, hogyha állást kell foglalni, igen, így én is néztem, mert sok ilyen applikációt láttam meg minden, hogy nagyjából hogy számolják, mert minden, sok az. Tudom, hogy sok. Mármint úgy értem, hogy szerintem kevesebb annál. Uh-huh. Tehát meglepő, hogy kalóriaégetés szempontjából. A sport nagyon jó arra, hogy kalóriát éges, de például tudod, mit tudom én, futás. Ilyen professzionális futókról láttunk ilyen kontentet, hogy igen, el lehet égetni 2-3000 kalóriát egy nap futással, ez félmaraton. Igen, de... Félmaraton. De a futásnál is kb. Ugyanaz, mint a biciklizésnél, hogy tartanod kell a tempót, tartod persze, a púzosodat. Persze, a síelésnél meg marhára nem. És jó, pont, nagyon és, nehéz, én nem azt pont mondom. Pont hogy néztük a vacs által mért púzus számokat. Nekem a nyugalmi az azt hiszem ilyen 70 körül van. A síelés alatt meg 90 és 160 között ingázott. Ebből gondolták a hozzáértők, barátaim, hozzáértőbb barátaim, hogy valószínűleg ugye magasabb púzus szám miatt ott több kalóriát égetett a szervezetem. Figyelj, az, hogy olyan sokáig csináltátok, igen, mert mondom, a futásnál meg a biciklizésnél is az a lényeg, hogy tudod, hogy nagyon nagy távoknál. Igen. Ott égesz sokat. Igen, tehát az a baj, olyan horror mennyiséget kell futni, amikor az emberek mondják, hogy nem baj, most megehettek ma bármit, mert elmentem futni. Mennyit mentél futni, öreg? Mert ahhoz, hogy bármi fúg, kurva sokat kell rám futni, és Scheidburgen érenek. És igen, ez ilyen. Meg első napra
úgy gondoltam, hogy ha már voltam a Decathlonba, vettem alá öltözőt, soha nem volt, és mindig irigyeltem a többieket, most vettem én is magamnak, hogy de jó lesz, felvettem az alá, a nadrág alá, a sínadrág alá egy alá öltözőt. Egy ilyen jéger alsót? Igen. Én ezt kocsmázni is hordom. Na, hát. Én mondom még egyszer, és soha nem hordtam ilyet, pedig volt, hogy mínusz 20 fokba sieltünk, és akkor se volt rajtam ilyesmi, akkor már fázott a térdem. Hát most felvettem a plusz 5 fokba. Délre azon ízéltem, hogy kimegyek a hűtébe, és leopál, és a bokáig álló húgy van a WC-be, nem szokott olyan lenni, de még akkor is inkább kibújok a síbakancsból, és mezitlá fogok ott áldogálni, míg lenyúzom magamról az aláöltözőt. Annyira kurva elegem volt benne. Igen, lehet, hogy ez is hozzátett a magas pulzus számomhoz, hogy kibaszottul melegem volt. Nem figyelj, tudom. Figyelj, mondom, nagyon-nagyon hasznos ez az aláöltöző, ugye van, aki cicanadrágnak hívja, így is lehet hívni egyébként, de tényleg kurva jó cucc. És nagyon sokat számít ez a kis vékony szar. Tudom, második tampán nem vettem fel, annyira jól éreztem magam, mint az állat. Na jó, de ilyen kurva melegben indokolatlan. Igen. Na mindegy, de ez, mondom, kalóriában az sok, az túl sok, az valószínűleg kevesebb a reális, attól függetlenül, hogy baromi intenzív a cucc, mert tudod, nem úgy számol a vad sem, tehát persze, egy csomó persze. Körülmény nem tud számításba venni. Uh-huh. De attól függetlenül még széthajtod magad, én azt tudom. Igen, hát... vasárnap jöttünk vissza, vagyis azt jelenti, vasárnap már nem csúszunk, most csütörtök van, most már nincs izomláz a combomba, meg a vádlimba. A vádlim olyan szinten be volt pukkanva, hogy a lépcsőn lefele nem tudtam otthon lemenni. Hát elszoktál. Igen. Meg eleve ez a síelés, most jó, nyilván van olyan ember, de nem egy mindennapos valami. Nem. Ez alatt azt értem, hogy eleve nem minden nap csinálod, meg a másik hasonlóan amúgy nagyon sok extrém sporthoz olyan részeidet úgy mozgatja, ami így a hétköznapi mozgásban ugyanilyen nincsen benne. Én azt nem mondanám, mert igazából, ha bármit mozogsz, és van egy jó fizikumod, akkor nem okoz problémát a síelésre, csak hát itt ha van egy jó fizikumod, az amit megdőlt, hogy nem tudom, mióta van vége a Covid lezárásoknak, ugye azóta nem járok kettőbeelezni, azóta annyira össze vagyok esve, hogy ihaj. Hát annyira rossz egyébként, hogy olyan hamar össze tud zuhanni az ember, nagyon, mint a kurva élet. Rohadt nehéz magad felhozni egy bizonyos szintre, hogy legyen valamennyi erőléted, meg mit tudom én, és azt így eléred, és tudod, elhagyod magad egy kis időre, és így leeresztesz, mint a szar. Meg az idegesített nem csak engem, hanem szerencsére barátaimat is, hogy meséltem, hogy feleségem legjobb barátnőjének a férje. Ez a reláció nem izgatja a közönséget. Voltak szintén is ilyen, és így kiposztolta, hogy 100 kilométer csúszott egy nap. Mondom, mi a picsa. És ez még amikor mentünk arra feladig beszéltük, és ebből mindenki rövette az okostelefont. Kötötték az autónak. Nézzük a ski trackert, hogy amúgy mi hogy, meg mint szoktunk sielni, és nézzük, hogy hát milyen 20 és 35 kilométer között szoktunk általában egy nap sielni, most is 26 meg 25 kilométert sieltünk egy nagy nap, és ott ízéltünk, hogy a bús picsába sieltő négyszer annyit egy nap alatt. Nem mi volt? Aztán erre jöttünk rá, hogy valószínűleg azért, hogy ő egyedül siel, mi meg heten voltunk, és meg kell várni ugye mindenkit. És még így is volt, hogy elhagytunk amúgy valakit, és jól az irányba fordult. Engem. Ez benne van. Engem. Úgy hát, hogyha könnyebb. Engem. Na mindegy, drága sportnak mondanám, így én drága, is, hogy mondjuk egy 20-as, drága. Meg ugye oda kell jutni, meg minden, de azért tényleg nem egy olyan dolog, amit minden nap csinál az ember egyértelműen. Ha meg hát mostanában amilyen árak lettek, Balázs. Meg figyelj, igazából azt mondanám, hogy ez a sí felvonó ára drága, de ha azt nézed, jó, nyilván a kaját meg lehet oldani másképp is, de hogyha már ott vagy, akkor azért csak meg akarsz enni valamit ott a hely tetején. Jó, meg lehet inni egy kávét is, de azt hozzátenném, hogy amúgy egy korsósör 5 euró. Csapolt korsósör. Nem tudom milyen márkájú, de mondjuk egy bécsi szelet, ami... Nem tudom ki, hogy szereti a bécsi szeletet. Én úgy szoktam meg gyerekkoromban, hogy nagy és lapos. Igen. Papírlapos. Na, az első helyen, ahol lettem bécsi szeletet, két ilyen fél tenyeremnyű húsdarabka volt, a másfél centi vastagsága. Hát azt mondjuk nem mondanám bécsi szeletnek. Nem. És nem, így, nincs baj, és egy kicsit vastagabb, de... Ausztriában nézve egy kicsit, hogy ez a... Mi a picsa, még le is fényképeztem feleségemnek, elküldtem, hogy ez most hogy az anyámba. De például az meg 16 euró volt. 16 euró egy bécsi szelet? 15-16. Á, igen, az a baj, hogy ugye ez a helyszíni cucc. Ami mondhatnám, hogy egy főétkezésért drága,
De hát mégiscsak baszki, ott vagy fent a hegyen. Jó, tudom. Meg turisztika, úgyhogy annyira nem vészes. Drága. De azért mondom, hogy ezt a kaját azt nyilván meg lehet oldani, mert megveszed lent a boltba. Jó, mihez képest, drága, de drága. Igen. Azt hozzátenném, hogy amúgy jöttünk hazafelé, és mindenki a szuvenírt megvette itthonra. Vittetek haza is bécsi szeletet? Ha volt, aki gőzgombócot hozott haza. Ó, igen, az jó cucc. Igen. Én nézegettem a csokoládékat, hogy na, feleségemnek hozok valamit, ami itthon nincs. Mm. Hát háromszor mentem végig, bazd meg, és nem találtam olyan csokit, ami itthon nincs. És ugyanébe kerültek ott a csokik, mint itt. Jó, hát ez már nem úgy megy, mint régen. Igen. Most azt próbálom számolgatni, hogy 21 rugó a beugró. Mondom, ahhoz képest, hogy mennyit romlott a lóvé, annyira nem is rossz. Mármint úgy értem, hogy drága, de hogy így hasonlítgatom dolgokhoz, nem tudom. Nem olcsó, most nyilván amiatt még drágább, hogy ennyire szar a forint euró. Nyilván, az is benne van, persze. De hát ez sajnos mindig is így volt, és ugye ehhez még hozzájönnek ilyenek utazási költség, a szállás, ha nincsen sícucor, akkor annak a bérlése. Igen, én most pont azon gondolkozom. Mert amúgy, ha van sícucor, amúgy az se 2 forint megvenni, úgyhogy az is kurva drága. Figyelj, én most csak a viszonyításképpen mondom, mert nem azt mondom, hogy kiakadtam, mert nem akadtam ki, csak egész egyszerűen meg szokott lepni az ilyesmi. Uh-huh. Márjátok egy pillanat, csak pontos infót akarok mondani. Nektek azt mondja, hogy igen. Szóval, elmentünk az állatkertbe hétvégén. Igen. A gyerekkel. Amúgy tök jó volt, mert jó idő is volt, meg az összes állat kint volt, király volt egyébként nagyon, meg én amúgy is szeretem, meg ő is szereti, meg minden, hogy elmentünk így családostól. Bocsánat, csak közben elküldöm neked a közben lehetem bécsi szeretes képet, el tudom neked is küldeni. Jó, ma megnézem. Állatkert? Állatkert, tehát most azt vettük, hogy 21 ezer forint ott igen? a faszomba igen? egy egész napot síjálni. Igen. Elmentünk az állatkertbe, én mondom neked, a gyerek ugye nincs még 3 éves, és emiatt 300 forint a belépő neki. Aha. Szóval nincs igen? belépő. Ez a debreceni? A debreceni igen? állatkert, igen. Szerinted mennyit fizettem magamért és a feleségemért és a gyerekért, hogy bemenjünk az állatkertbe? Te nem tudom, mikor volt a utoljára állatkertbe. Ősszel. Ősszel, oké. Okay. Karácsonyban, nem. Mikulás előtt. Igen. Akkor tudod? Nem tudom. Nem tudod? Nem tudom, mindjárt mondom miért. Oké. Okay. Tippel nem kellene, akkor azt mondanám, hogy a 2 tökért kellett, mert ugye az aprót a picire, 5000-et. Na igen, valami ilyesmi volt az én fejemben is. Nem. Hát. Nem. A 2-nk egy 8004 volt, meg 300 a gyereki, az 8700 forint, most így elmenni az állatkertbe. És nem azt mondom, oké, okay, szar a forint, meg szar minden, aha. meg ilyenek, meg nyilván én nem járok minden nap állatkertbe. Érted? Uh-huh. De engem úgy meglepett. És most pont ez jutott eszembe, hogy Ez vagy a faszomba Ausztriába ott siezni a hegyen. Meg az a baj, hogy igen, most nem is olyan drága az a sielés. A debreceni állatkert alapvetően nem túl nagy. Oké, hogy nem túl nagy, de tök jó dolgok vannak bent. Tudván az, hogy itt van mellettünk egy órára Nyíregyháza. Jó, és, az egész más. És ott meg atya úristen, milyen állatkert van. Meg az giga nagy, meg minden. Igen. Nyilván az drágább is. Csak mondom, hogy ahhoz képest, hogy elmenni Debrecenbe, tudod így hétvégén igen, az állatkertbe, igen. még az a 21 ezer forintot a siezésre. Igen. Hát, hogyha ott laknék Nyugat-Magyarországon, mint köztetek is jó sokan. Akkor átugrasz, igen. Amúgy pont ezt beszéltük, hogy nekünk Debrecenből a GPS szerint 8 óra az út. Uh-huh. Nem annyi lett, de nagyjából. Igen. Azért nem mindegy, hogy Magyarországot át kell szeljük, mert innen Kelet-Magyarországról Debrecenből, azt azzal elmegy 4-5 óra, hogy amúgy ott legyünk Szombat valahol, mit tudom én, hol mentünk el, nem én vezettem. És onnan kellene még 3 órát menni, vagy 4-et. Nem mindegy. Marára nem mindegy. És mennyivel egyszerűbb onnan mindig csak kiugrálni. Igen. Szóval a lényeg az állatkertek kapcsolatban, csak most ugye innen jutott eszembe. Durva egyébként. Durva, de megéri. Amúgy megéri, és itt láttam, hogy írta valaki, amúgy a nyíregyi állatkert, ugye ez nem is állatkert, hanem mi az... valami varaspark, vagy nem tudom mi, tök király, de kibaszott nagy, tehát 3 éves gyerekkel
én nem javaslom, mert nem tudsz végigmenni rajta. Én jobban szeretem a debreceni állatkertet, mint a Nyíregyit, megmondom őszintén, és szerintem nagyon királyon megcsinálták a debreceni állatkertet, és ahhoz képest, amilyen egyébként egy ilyen, mit tudom én, 2 órás programra, én értem az árát. Csak viszonyításnak mondtam. Igen. Szóval szerintem nagyon király. Figyelj, A debreceni az abból a tekintetből gyerekbarátabb, hogy... Igen, az egy... de meg van sok minden. Tehát, hogyha végigmész úgy, hogy megnézel mindent, igen, mert ugye a gyerekkel nem úgy megy az ember már, hanem jó, megyünk már a faszom, minden, meg jó, elfáradt a hála Istennek, hogy megyünk haza, de most már nem úgy mentünk, mert most már tudod, ő is tud többet sétálni, meg minden. Figyelj, ha végignézem minden, látod, itt csomó minden van. Igen. Én meg is lepődtem. Hát tudod, a kisgyerekkel mész, még a kecske, meg a bárány is olyan érdekes. Ja, az etetés az óriási, az meg. Na mindegy. De tök jó volt, és tényleg, mit tudom én, egyedül a köcsög víziló a kurva anyját, a gyerek imádja a vízilót, akkora egy köcsög az a víziló, hogy hihetett, de nem akart kijönni a vízből. Aha. De egy igazi köcsög, tehát képzeld el azt, ez egy kurva nagy víziló, Balázs. Tudom. És nincs egy nagy élettér ott neki. A víz sajnos alatt van. Igen? Úgy, hogy még annyit sem mozdul, hogy lásd a lábát, vagy valamit, és bazd meg, a szemét rohadt állatja 2 percenként így kidugja az orrát, de csak a 2 orjukát a vízből, és ez a látod, hogy majd vissza. És így ott állok, hogy mondom, ne basszál már ki velem, mondom, és ott nézzük, és így kidugja az orjukát. Képzeljük, és így megértem, Fisti. De hogy? Én nem tudnék ott abban a vízben úgy lenni, hogy ne látszom ki valamim. Ő meg ott így. Ha neki ez a dolga. Mi decemberben voltunk, a Mikulás előtt, és azért nem tudtam az árat, mert hogy mi, egyébként én mondtam is a HH-ba, hogy hétvégén megyek majd annó, mert hogy a Mikulás gyűjtő akció volt, adománygyűjtő akció, hogyha vittél rászoruló gyerekeknek adomány Mikulás csomagot, akkor, volt egy ilyen akkor akció. Mindenki azt hiszem 300 forintért mehetett be. Vagy de amúgy mindig van valami, igen, egyébként ott abban az állatkertben. És feleségem ezt hallotta, és mondta, hogy na akkor most vigyük el kislányunkat, és nézzük meg, mert amúgy is venni kell Mikulás csomagot, veszünk még egy párat, és akkor mindenki jól jár. Én a tigrist akartam látni, azt láttam, az tök menő volt, mondjuk 5 percbe telt, mire kibújt a seggéből, beszarás, tehát mondom, úristen, kint van a tigris, végre, mert meg a legutóbb voltunk, nem volt kint, mert akkor hideg volt, meg nem tudom, ott ült a mindennek a közepén, ahogy kell, mondom, ez zsír, és nyalt a seggét, mondom, hagyd már abba, bazd meg, nem igaz. Nézd el, jól lát, legalább észrevetted, én nem vettem észre a tigris, hogy hol van. A gyerek az megpusztult a röhögéstől. Mondom, ez egyszerűen hihetetlen, meg az oroszlánok közül is kint voltam, úgy mindkettő, meg tök menő. Meg a zsiráfok kint voltak, tudod most szaladgálni. Mi annyira jól mentünk, hogy mi reggelre mentünk, és pont akkor volt a vízilónak az etetése. Na, egyből kislányom, majd megnézegetjük a juhokat, meg a kecséket, mert mit terem én, mi mellett mentünk el. Menjünk, megnézzük a vízilónak az etetését. Bementünk, és nem voltak a víz alatt, mert 2 van aztán. 2 van. A másik nem is tudom, hol lehetett. Igen. És tudod, ez mindenki ott volt bent azon a kis épületben, hogy akkor nézzük az etetést. Kislányommal odaverekedtünk, hogy nézze meg közelről, úgy megijedt, úgy félt szegény, hogy jó, akkor itt most nem nézzük meg az etetést, megyünk innen el. Láttuk, hogy a zsiráfokat kiengedik a házból, tészta Jurassic Park feeling volt, hogy nyílik az ajtó. Igen, meg nagy. És jön egy nagy batás zsiráf, aztán még egy, meg egy harmadik, mi meg ott állunk mind a három, hogy jó, de nagy ez még mindig. 3 van most, azt hiszem, és most mondom, mi eddig mindig csak bent láttuk őket, most kint voltak, azt ők is a termen, mondom, itt itthon is volt, vagy 10 fok, tudod, aztán igen, így. Igen. És mi, nekünk akkor a mákunk volt, Pisti, hogy még az oroszlán ébredését is hallottuk. Elmentünk, a nőstény az kint volt, a hím az bent, az ablakon benéztünk, azért kopogni nem merünk ilyenkor, mert mégis csak egy oroszlán. Jó, hát akkor az alszik, gyereket felemeltük, ablaknál ott van lent, oké, elmentünk, és 2 kerítéssel már arrébb jártuk, amikor halljuk a istentelen ordibálást. Bömbölést, igen. Igen, felkelt a hím, és kijött, és hát köszön, üdvözölt mindenkit. Egyből, mint az oroszlán királyba, az összes ember rohant hát, és szaladt, és oda szaladt is. Meg reggel azért fasza, mert tudod, akkor még nem kajál be, mint az állat, és akkor mert onnantól kezdett ki van kapcsolva az oroszlán. Egyébként ez hihetetlen bazzak, hogy mikor voltunk a Animal Kingdomba, a Disney World-be, ott egy olyan szafari van, hogy így visznek busszal, tudod, és így nincs kerítés, meg semmi. Igen. És tudod, ott megy egy a flamingó, meg a zsiráf, meg ott az oroszlán. És tudod, így köztük sincs kerítés, meg a buszra. Tehát ott van és kész. Tudod, én egyből így Debreceni gyerek vagyok.
mi a fasz? Az kiszakadt? Megdöglünk? Nem döglünk meg. Jó, buszban vagyunk, zsiráf megdöglik, meg minden, és így mondta a néni, hogy így az van, hogy így felkellek ők nagyon korán, és így annyit zabálnak reggel, hogy így egész nap alszanak. Így néha kinyitja a szemét, és így eszeágában nincs semmit csinálni, mert mondta, hogy ők csak úgy nem öldökölnek. Igen, ők akkor esznek, vagy akkor ölnek, ha éhesek. És a National Geographicről tudjuk, hogy az oroszlán nem úgyis sokat alszik. Igen. Valami azt hiszem 20 órát alszik egy nap után. Hát éjszaka szoktak ők aktivizálódni, meg ilyenek. Mindegy, ne keverjük ezt a Debrecen állatkerttel, de amúgy szerintem nagyon király a, mondom, a Nyíregyházi Vadaspark is, meg szerintem a Debreceni állatkert is nagyon fasza, mert mondom, így a kisgyerekes programnak a legfaszább, mert nem annyira nagy, meg ott vannak a gibbonok. Ők az állati zsírszuccok. Azokon beszarás, mire drögni. Már aki szereti. Tudom, persze állatkert unalmas, valaki nem szereti. Én szeretem az állatkertet egyébként, meg nem tudom, tehát én sem szeretem annyira ezt a fogságban lévő állatok dolgokat, meg minden, de tehát, ha már ott vagy, igen. Úgy meg lehet őket. Vannak nagyon aranyos állatkák. Én mindig ezzel nyugtatgatom magamat a fogságban lévő állatokkal kapcsolatban. Ezek itt azok, akik amúgy már meghaltak volna. Erről bele lehet menni nagyon csúnya vitákban, de alapvetően mondom, egy részük igen. Én ezt a lelkiismeretemet ezzel szoktam nyugtatgatni, hogy vagy itt vannak, vagy már föld alatt lennének, úgyhogy... Mondom, erről lehet vitatkozni, hogy ez mégis hogy van, de alapvetően egyébként igen. És ezért jó még egyébként a debreceni állatkert, hogyha valaki kisebb gyerekkel akar kimenni, hogy össze van nyitva az amúgy nem nagy állatkert, az amúgy nem nagy vidám parkkal. Parkkal. Igen. Úgyhogy egy áráért aztán megkapod mind a kettőt, ebben nem vagyok teljesen biztos, mert nyilván mi decemberben nem mentünk át. Én mi sem mentünk át. Hogy megnézzük. De össze van nyitva, úgyhogy ott azért tényleg el lehet tölteni egy egész napot, hogyha jó idő van. Az biztos, és hogyha unatkoztok, akkor lőttek egy sört, és elmentek a lámákat etetni, és összeszarod magad a röhögéstől. Ez valami egészen elképesztő. Igen. De komolyan, én végig a Go Simulatorra gondoltam csak. Azok a lámákban, azok az eszméletlenek. Az a baj, nekem a zsiráfra jutott eszembe. Ja, igen. Kézed Balázs, mit akartam mondani? Igen. Én tudod, ez a polgárpukkasztás, ez egy dolog, hogy mennyire megy mostanában, meg minden, és boomernek neveznek már nagyon sokan engem, hogy így kiakadok néhány dolgon, ami már nekem mondjuk sok. Uh-huh. Vagy mit tudom én nem vagyok egy prűd ember, azt tudod. Meg én beszélek szívesen akármiről, bármilyen gusztustalanságról, vagy olyan dologról, amiről az emberek azt gondolják, hogy nem illik. De így nem tudom, nekem egy határt sikerült átlépjen most ez az új műsor, ami a Discovery-n lesz igazából. Igen. A Discovery Plus-on egyébként, meg egy ilyen fantasztikusan magas színvonalú csatornákon, mint a TLC fog menni. Biztos tudod, hogy ezek a valóságsók alapvetően átlépik, tudod így az inger küszöböt mindig az adott korszakhoz képest. Valahogy úgy érzem, hogy engem most ez így kirabolt. Na mit találtak ki? Milyen nagy a mentáromságot? Szóval, eleve induljunk ki onnan, hogy nekem már az furcsa volt, hogy a MILF kifejezés ennyire a köznyelv része lett. Igen. Szóval, hogy nekem az mindig egy olyan dolog volt, tudod, hogy így, mikor hallottam, hogy valaki MILF-ekről beszél, aki mondjuk nem korombeli, vagy ilyesmi, mindig úgy kérdez, tehát így a kérdés megfogalmazódott a fejembe, hogy tudja amúgy, hogy ez mi? Vagy csak így ő azt hiszi, hogy azt anyukákra mondják, vagy ilyesmi. Mert hogy eléggé képlékeny dolog. Igen. Meg eleve egy olyan furcsa dolog, hogy mikor valaki magát MILF-nek nevezi. Hát, tudod, ott kezd el, tudod, igazából bennem így felébredni a dolog, hogy nem tudod, hogy mit jelent, mivel hogy magad nem nevezheted MILF-nek. Igen. Na mindegy. Tehát ez már furcsa volt. Na de, elindul, képzeld el, minden vasárnap fogják streamelni a Discovery Plus-on a MILF Manor-t. Kíváncsi vagyok, hogy neked ez mennyire sok, vagy mennyire nem, és hogy én mennyire vagyok boomer, bár tudjuk, hogy de. Tehát képzeld el azt, hogy a MILF Manor abban különbözik a sima baszodától, ami igazából tudod az összes valóságshow. Tehát teljesen mindegy, hogy villába zárad őket, szigetre, partra, tök mindegy, hogy mi van, baszni kell, az cső. Ez az összes valóságshow. Igen. A legtöbb. A túlélős is. De, igen. De az is erről szól. Csak egy eszembe jutott a Vakrand is, az nem. Ott nem látják. Igen. Hát végül, na mindegy, érted. Végül ott is, igen. Na, itt ugye MILF Manor, gondolnád, hogy ez arról szól, ugye, hogy korosabb hölgyek keresnek párt maguknak, és hogy ez lesz a valóságsó. Igen, erről van szó, hogy ugye anyukák, akik a műsor szerint olyanok, akiket szeretne mindenki megdugni, gondolom, fiatalabb partnert keresnek. Aha. Ez a MILF Manor, de van benne egy csavar.
Nem tudom, hogy ez már így sok-e vagy, nem? Ez van, valakinek már ez is. Hogy furcsa, de igen. 40-50-es anyukák, nem hölgyek, anyukák, mert mothers, anyukák, várj, ez fontos lesz. Ja, igen. Keresnek párt maguknak, úgy, hogy a mixben ott lehet a sajátja. Ott van. És van. Ugye egymás gyerekeivel akarnak kúrni. Ez a műsor. Na most, az, hogy így alapból ugye az összes valóság show, basz oda? Oké. Okay. Az, hogy most elkezdték belekeverni a MILF-et, ami mondom, nagyon érdekes állítás, mert ugye ez nem egy olyan dolog, amit így mondasz valakire, csak úgy. Igen. Mert ugye itt ez preferencia kérdése. Hogy most neked az egy olyan mutere, akit szeretnél. De ez egy kicsit, nem tudom, fura, nem? Igen. Mármint, hogy értem én, hogy nincs ezzel amúgy alapvetően semmi gond, mert nem történik itt semmi megengedhetetlen. Csak nem fura? Fura. Mindenképpen az. Hát ugye nem hiába szokták azt mondani, hogy a fiad vagy a lányod lehetne, mert hogy akkor az korkülönbség, és akkor itt most összejönnek, ezt összecserélik, hogy... Igen, tehát hogy itt nem feltétlenül arról van szó, tehát itt én nem azt mondom, hogy én elítélem azt, amikor mit tudom én, egy 50-es nő összejön egy 20 éves gyerekkel, vagy 18 éves gyerekkel, bánja a kurva élet. Engem nem zavar. De az, amikor bent vagy egy valóságshowba pénzért, érted? Uh-huh. Úgy, hogy ott dugják anyádat, nekem az úgy egy kicsit sok. Meg persze mindenki azt csinál, amit akar, de nekem azért fura. Tehát érdekes, most érted, igen. Most a régi szokásos ilyen villás, meg mit tudom én, milyen valóságsok, jó van, oké, tudod, ez az alja, genyó, összeszedték, tudod, az összes embert bazd meg, akiről azt gondolják, hogy egy fél percet megmutatja a picsáját. Értem. Igen. De ez valahogy így furcsa. Ez nagyon furcsa. Ez furcsa. Az 50-es nő az már cougar, nem? A cougar nem feltétlenül anyuka. Az a korra mondják, aki még mindig játékos. A MILF az egy egész más dolog. De a cougar tudod mondani magadra. A MILF-et nem. Meg nem a cougar az, aki PC-zi is a fiatalokat? A MILF az csak szeretnéd. Igen, így van. A cougar meg biztos ez egy fontos része. Igen, tehát egy 50-es nő nem lesz cougar. Az 50-es nő akkor lesz cougar, hogyha kifejezetten fiatalokat keres. Igen. De azt tudod magadra mondani, ami a fett nem. Na mindegy, nem ez a lényeg. Szóval furcsa ez nekem. Ez nagyon furcsa. Furcsa ez nekem. Furcsa ez nekem. Mert hát... Nem tudom, hogy itt kitértek-e arra, hogy hány évesek itt a fiúk. Itt ez egy Business Insider cikk egyébként. Igen... Igen, itt a cast, hogy elméletileg, tehát már az is világos, hogy ugye a muterok a gyerekkel együtt vonulnak be. Hát nyilván. Így a villába. Ja, igen, itt van. A hölgyek 44 és 60 között vannak, a fiúk pedig 20 és 30 között. Szóval mondom, ezzel alapvetően nem lenne gond, csak mondom, az a furcsa benne. Igen. Hogy... És alapvetően a műsor célja, mármint amivel reklámozzák, az csak, hogy párt találjanak egy maguknak. Persze. Szóval nem az, hogy... Persze, a szerelmet keresik, Balázs. Ja, erre voltam kíváncsi, hogy mi a reklámszöveg. A szerelmet keresik. Jó. Igen. Azt. Nyilván. Az örök szerelmet. Agyfasz. Nem tudom. Ugye van oka annak, hogy ugye tehát most így az általános látás, mondom, nem egy ilyen fiatal idős párkapcsolati ítélkezésről van szó. A műsor eleve groteszksége miatt, hogy bemész anyáddal, azt ott lehet, hogy őt megnyomják. Én csak így erre felmondtam, hogy nekem ez nagyon fura. De ha most eltekintünk a műsortól, van egy ilyen természetes reakció az átlagemberekből, persze itt is változik, hogy ki hogy gondolkodik, hogy amikor tudod, egy fiatal srác jön össze egy idősebb hölgyel, az ilyen oké, nyomjon neki, fordítva még mindig egy kicsit elítélendő ez a dolog, attól függetlenül, hogy mindenkiről egyenlően gondolkodunk, már akinek a szemében, és itt most nyilván nem az illegális korról beszélünk, hanem mikor már legális kora van. Nem tudom, ez ilyen furcsa. Nem tudom, bennem azért van egy kicsit ilyen, tudod, az, amikor így látod, hogy mit tudom én, az ilyen 50-es hölgyek jönnek be 20 éves, az így... Az is egy kicsit furcsa, nem? Furcsa, igen. Uh-huh. Mindenféleképpen furcsa, mert oké, láttunk már erre példát a sztárvilágban, a celebek között.
És hát ugye nagyon sokan meg is kapták az aranyású címet ezekért. A hölgyek, a fiatal hölgyek, igen. Hát mondjuk én a fiatal férfiaknak is simán odaadnám ezt. Az aranyásást? Igen. Ha jó, hogy bazd. Szóval, hogy nem csak a hölgyeknek. Igen, de mondom, itt a, itt a megnevezéssel komoly gondok vannak, mert a MILF nem kell öreg legyen. Nem. Arra, de ott legalább azt mondom, hogy megvan a tranzakció. Mindenki boldog. Valamilyen szinten. Akármeddig is tart. Itt viszont bemész kvázi egy műsorba, ahol lehet, hogy még csak nem is nyersz, ahol felvállalod azt, hogy amúgy... Bementél anyáddal, hogy mind a ketten kúrjatok. Nem tudom. És még csak nem is biztos, hogy rendesen meg vagy fizetve. Igen. Vagy nem tudom. Lehet, hogy nekik ez a happy-k, hogy amúgy őket ezt teszi boldoggá. Uh-huh. Számomra ez furcsa. Igen. Nincs ezzel amúgy semmi gond szerintem az, hogy valaki mondjuk fiatalabbakat vagy időseket kedvel, én csak azt mondtam, hogy így az általános agymenés az szokott lenni, hogy azért az idősebb fickó, fiatalabb lányal az még mindig egy ilyen elítélendőbb dolog, mint mikor fordítva van. Ugye Hollywoodban látunk ilyeneket, most DiCapriót kapják halára szét, hogy ugye ő 23 minél idősebb lányokkal nincs együtt, ami mit tudom én... Nem tudom, a 30-as, 40-es éveiben még nem volt olyan furcsa, most már azért kezd így érdekes lenni, de most érted, miért így elkezdem? Egyébként feleségemnek erről, mármint a DiCaprio esetéről van egy elmélete, hogy szerinte DiCaprio meleg, és ők mindig csak a kirakat barátnők. Szerintem nem. Szerintem szereti a fiatal csajokat, meg élvezi az életet, ez van. Most érted, az, hogy most mit tudom én, el kéne tudni dönteni, hogy most ez, tehát hogyha mindenki tudja, hogy ezért csak élvezik az életet, meg szórakoznak, let's go. De egyébként fordítva is igaz. Ugye ki volt ez a nagy vadász? Az Underworld-os saj. Kate Beckinsale? Az, igen, ő volt ilyen iszonyat nagy kúgara Hollywoodban, ugye szana szétszették őt is, és ezt akartam mondani, hogy őt is szétszették amúgy, hogy folyton ilyen nagyon fiatal srácokkal volt együtt, és ő is kapta egyébként. Tehát hiába ugye az már inkább olyan, hogy most mit tudom én annak idején, mikor a fiatal srácokkal összejött, mindenki mondta, hogy yeah! Meg minden, hogy azért na, tehát ott is az volt, most nem tudom kikinek a részéről, de alapvetően azt sem nézték jó szemmel. Igen, pedig ilyenkor mindig a South Park jut eszembe. Szép. Igen. Pedig igen. Az nem szép. Igen. Úgyhogy ő emiatt kapta, azt hiszem. Én őről nem hallottam, bár lehet csak elkerült engem ez a... Ő volt így a leghíresebb ilyen, aki mit tudom én, ilyen 4-5 ilyen muszas éveiben lévő srácot kergetett ilyen 40 akárhány évesen, ami persze egyáltalán nem gáz, csak mondom, hogy így a... Igen. Csak hogy meglegyen ez a példa. Hogy meglegyen ez a példa is, hogy amúgy ő is kapta, tehát nem csak fordítva ítélik el ezt a dolgot. Igen, mondom, a megnevezéssel azért azzal kezdtem ezt a műsort, az mindig gáz, mert ugye ezt a MILF-et nagyon rosszul használják egy csomóan, meg a Cougart is, egyszerűen, tehát meg eleve mondom, amikor magára használja, amikor egy nő azt mondja, hogy ő MILF, akkor ő arra gondol, hogy szerinte, tehát hogy ő anyuka, már idős, de szerinte még mindig vonzó. A MILF nem ezt jelenti. Tehát erre vannak külön szavak, és mondom még egyszer, ezt magadra nem mondod. Igen. Bár szerintem ennél már csak az a rosszabb, amikor egy 20-pár éves fiatal anyuka a karonülővel mondja, hogy ő már egy MILF. De ezt se tudhatod. Tehát attól, hogy anyuka vagy, még nem akar mindenki megdugni, ez nem így működik. Ez a lényeg, igen. Igen. Szóval furcsa, ahogyan ezt használják, kicsit így félre van értelmezve. Ennek a műsornak a címével egyébként jogos, mert azzal a céllal mennek oda be. Igen. Csak igen. Mondtam, hogy olyan furcsa, hogy ez már ilyen, tehát hogy tévéműsor címben használják ezt a kifejezést. Én azt hittem, tudod, ez mindig egy ilyen not safe for work, vagy nem, bocsánat, pont egy safe for work rövidítése volt valaminek, ami not safe for work, és azt hittem, hogy ez így. Igen. Hogy ez így működik. Ez van. Ez van, úgyhogy nekem mondom egy kicsit ilyen kiakasztó. Furcsa. Hogy ilyenek vannak. Hogy miért ez a téma? Hát... Hogy polgárpukaszunk mi is, mert találkoztunk egy ilyenne. Nem tudom, mire gondolsz ez alatt, hogy miért ez a téma? Nem szeretned, hogy ez legyen a téma? Zavarja. Pén is azt írja, hogy nem tudja, miért ez a téma. Ó. Még egyszer. Hát ajánljatok akkor ti. Azért, mert Pisti ezzel találkozott, és érdekesnek találta. Ennyi. Botrányosnak találtam, de nem tudom, tehát miért kéne megmagyarázzam, hogy miért ez a téma? Beszélgethetnénk a fűszállal, a fűnövéséről. Hát vagy pény, vagy a másik, azt majd mindjárt ajánlottok valami jobbat. Igen.
Igen. Kíváncsi leszek egyébként, hogy mi lesz a műsor vége. Hát, hogy valaki boldog lesz. Igen, hogy bemegy, mit tudom, én nem tudom, öt pár, de hülyeség ezt így kimondani, öt pár, öt anyuka az öt gyerekével, öt fiával, és hogy az öt párból mennyi lesz, hány fog boldogságot találni. Igen. Igen, sajnos, én is így gondolom. Igen. Micsoda? Fel sem kellett volna... Jaj, értem. Az én hibám. Elrontottam. Elnézést. Pedig megbeszéltük évelején, hogy a HH-t azt visszatereljük abban a menerben. De szerintem sikerült alapvetően visszaterelni. Minden témáról beszélünk, úgyhogy nincsen, hogy fel se kellett volna hozni. Minden témáról tegnap néztük át a Happy Hour-okat Janival, vagy nem, bocsánat, ez így nem igaz. Átnéztem a Happy Hour-okat, és megosztottam Janival, hogy néz ki idén az átlagos Happy Hour megtekintés, és hogy mik azok a műsorok, amiket szignifikánsan többen néztek meg, mint a többit. Egyébként ez egy érdekes információ. Na, fogadjunk, hogy azt szerették a legjobb, amikor Danét volt. Nem. Nem. Hanem az volt az érdekes benne, hogy ugye a legtöbben, tehát ugye a VOD alapján, tehát a VOD-ot úgy választják ki, ugye a cím alapján. És látszik is egyébként, hogy abszolút a cím határozza meg, hogy mi az a happy hour, ami kiemelkedik a többi közül. Itt azok a kulcsszavak voltak, amik felerősítették a megtekintést, egy ilyen 40%-kal többen nézték meg, ami rengeteg egyébként. Mondom, tehát a cím alapján. Igen. Tehát szerepel a címben, hogy drága, ez átlag, celeb, ez átlag, földrengés, ez átlag, gyűlölet, pucérlányok, TikTok és balhé. Ezek azok, amik ilyen kult szavak, amik mondom, van olyan happy hour, azt hiszem a TikTok balhés az kétszeres megtekintés az átlaghoz képest. Ezek azok, amik vannak. Nyilvánvalóan nem szerint irányítjuk itt a happy hour témáit, vagy ilyesmit, de érdekes látni. Igen. Akkor a mai HH címének én azt javaslom, hogy legyen a drága síelés és a MILF. És a MILF-ek. MILF-ek, igen. MILF-ek. Drága síelés és MILF-ek. Most azt akartam megnézni, hogy MILF baszoda, de az lehet, hogy az egy kicsit sok. Igen. De ezzel én nem ítélkezem, srácok, csak mondom, hogy MILF-bahi. Hogy durva egyébként, hogy így a témaválasztások közül mik azok, amik érdeklik alapvetően az embereket, mik azok, amik nem feltétlenül. Szerintem ezért jó, hogy sokan próbálkoznak ezekkel a reggeli műsorokkal. Mármint egyre többen. Azért, mert igazából ki tudja választani az ember azt, hogy melyiket választja. Mert tudod, van, aki közéletről szeret többet hallani, van, aki vegyes témákat szeret jobban, valaki, tudod, a karakterek miatt nézi, vagy az emberek miatt, akik benne vannak a műsorban. Ez ilyen teljesen szubjektív dolog. Ugye van, aki ilyen politikai műsorokat élvez, stb. Szerintem ez alapvetően jó dolog, hogy sokféle van. Nem tudom, én mindig arra törekszem, hogy legalább két nagyon különböző dologról beszéljünk a Happy Hour-ben, nem mindig jön össze, de alapvetően nekem annyi a célom vele, tudod, hogy legalább mondom két dologról beszéljünk, és általában azt mondom, hogy ha csak egy dologról beszélünk, akkor az valószínűleg azért van, mert az egy jobb téma. Így van. És akkor így van. Azt sokkal tovább tudtuk boncolgatni. Így lehet nagyjából irányt meghatározni, de egyébként mondom, nekem sose volt célom az, hogy ilyen celeb, vagy ilyen botrányos, vagy busztustalan dolgokról beszéljek. Az a reggeli műsor általában attól szokott így, vagy attól van egy karaktere, hogy ami jön, arról beszélgetünk. Uh-huh. És általában az adott témák is inkább csak témaindítóak, mint sem az konkrétan kell legyen a téma. Egyébként mint ilyen. Amúgy meg az ilyen internetes megnevezések, meg mindenféle ilyen slang szavaknak az ismerete, az mindig azért fontos egyébként, hogy letisztázzuk, hogy mi mit jelent, mert ugye hát azért használják mindenféle szarságra, mert nem tudják, hogy mi az. Így van. Igen. Ez, tehát még azért mindig nem olyan nagy probléma, mert ugye szerintem a legnagyobb zavart a világon és Magyarországon a hashtag okozta. Most sem megy. Igen. Most sem megy, még a celebektől sem megy, akik néz a dolguk. Még ők sem tudják, hogy mi van. Tehát ezen szerintem soha nem fog túllépni. Tehát nagyon remélem, hogy az internet így be fog
kövesedni, és így az Instagram, meg minden, így megmarad örökre. Uh-huh. És nekem, mikor ilyen 60 évesen rossz kedvem lesz, is simán tudok majd Instagramon így rákeresni így celeb oldalakra, bármire, és így végigpörgetni a hashtag-en. Igen. De, hogy amikor vele valaki beírja azt, hogy hashtag imádom a nyarat, hogy mire gondolt? Vagy hashtag de jó itt lenni, meg tudod, ez a hashtag nagyapa, hashtag nagyon, hashtag szeretlek, tehát ezek mit csinálnak? Mi történik? De én tudom, hogy ez már a sokadik happy hour, de azok így nem értem. Tehát, hogy azt hiszed, hogy le akarsz írni egy mondatot, és hogyha a felét egybeírod hashtagbe, attól trendi vagy? Vagy én nem tudom, tehát mit akarnak? Mit szeretne a hashtagt, hogy mit csináljon? Minden egyes posztjából bele fog élni, és így megtalálja mindig csak a sajátját. Igen, hashtag nagyon szeretem a csokoládét, hogy szerinte ez a hashtagen mi lesz, vagy mit akar vele? Az a baj, nem tudják az emberek, mire való. Akkor most én is rosszul használtam, Pisti. Mit? Mert kettő Insta posztot csináltam. Igen? Az első az azt írtam, hogy nem szponzorált tartalom. Lát, ez kötelező. Igen, a másodikhoz meg azt írtam, még mindig nem szponzorált tartalom. Az már talán fasság. Igen. Igen. Na, ott már csak meglogoltam az első. Érdekes, hogy ez is tudjátok így teljesen... teljesen elszabadult ez a hashtag dolog. Amerikában is megvolt ez egyébként, és nem emlékszem már, hogy valamikor ilyen 2008-9 környékén volt egy ilyen, nem SNL, hanem valami Jimmy Fallon, vagy valamelyik ilyen showban volt Justin Timberlake, és ott volt egy ilyen gag. Uh-huh. Hogy nem tudom kivel, így úgy viselkedtek, mint a trendi fiatalok, és ezen viccelődtek, hogy tudod, mindenre a hashtaget nyomatják, és azt hiszem neki volt egy ilyen kis gegje, ahol már akkor ugye halálra lőtték magad azokon az embereken, akik ezt csinálják. Mert hogy nem tudják, mire való. Igen. Tehát egy csomó mindenki használja a social médiát, és nem tudták, mire való a hashtag. És aki ezt csinálja, az mai napig nem tudja. Nem mondta el neki soha senki. Igen. Micsoda? Expired Eternity, ez az amúgy? Vagy ez csak egy szám, ami Mother Lover? Nyilván nem, bocsi, akkor félreolvastam. Igen. Igen. De érdekes egyébként, hogy ez a hashtag is hogy félrecsúszott. Meg egyébként tök érdekes márkáktól is látni. Mert mondjuk ott több értelme van, mert ugye az van, hogy hashtaget általában akkor használsz, amikor felfedezhető akarsz lenni a témakörben, amiről igen, beszélsz, igen, mert erre való a hashtag, de tudsz hashtaget teremteni, így van, hogyha márka így van, vagy. Így van. És az a kereshetőség szempontjából amúgy lényeges. Úgyhogy igen, ezt inkább lesoroljuk ide. De igen, ezekkel szokott gond lenni ezzel. Hát meg igen, most alapvetően ugye arra lenne funkcióját tekintve, arra lenne kitalálva ez a hashtag, és hogy minél többet elér, minél több embert elér. Igen, elérje azzal, hogy ugye olyan témakörökben bukkanjon fel. Jó példa egyébként a hashtag használatra, például engem sokat baszogattak még az elején Twitteren, hogy én miért használom a hashtageket. Hát azért, mert ugye egy ilyen munkaszocial accountom van, és nekem fontos az, hogy az embert kövessék, vagy sem. Igen. És az a lényeg, hogy például én ugye ma reggel kipasztaltam a Sisu trailert, ami kibaszott durva, és ott például használtam a John Wick-es hashtaget. Uh-huh. A John Wick-es hashtaget, mikor így írod, hogy John Wick, én azért használom hashtagbe, mert azt akarom, hogy ez a tweet, hogyha valaki John Wick-re rákeres, az ugyanúgy kijöjjön. Igen. Meg ugye nagyon jó, az is például ilyen social media discoverability-nek, hogy amikor látod, hogy mi a trending hashtag, uh-huh, és ahhoz a témához szólsz hozzá, akkor ugye, ha használod, akkor te is bekerülsz abba a kalapba, és így könnyebben megtalálnak az emberek. Alapvetően ennyire való a hashtag, illetve hogyha szeretnéd, hogy az, amit te kiírtál, tök mindegy, Instagramra, vagy most már YouTube-ra is, teljesen mindegy, ha valamit kiírtál, akkor szeretnéd, hogy abban a trending témakörben felmerüljön a te hozzászólásod is. Pontosan. Nem arról, hogy ahelyett, hogy leírnád, amit akarsz. Nagyon jó, azt, nyaralás. Igen, azt egybeírod hashtaggel. Az nem jelent semmit. Igen, ha annyit írsz, hogy nyaralás, akkor még talán. Igen. A magyaroknak. De hogy igen, arra soha büdös életben nem fog rákeresni senki, hogy nagyon jó volt a nyaralás. Legjobb nyaralás ever. Igen, ezekben este már talán egyedül vagy. De lehet, hogy ő egyébként pont ezt élvezi, hogy ő most kitalálta. Nem, ennek valami történt itt. Mert látta azt, hogy látott egy olyan posztot, ami az oda volt tűzve 40 hashtag, de még a fényképező app neve is, amivel csinálta a fotót, és ebből azt szűrt el, hogy mindent oda kell írni. Minden fontos információnak ott szerepelnie kell.
Igen, de fura ez egyébként, mert mondom, tehát valami olyasmi maradt meg, ez olyan, ugyanez, mint ez a MILF cucc, tudod, hogy így, hogy van valami, amiről gondolnak valamit. Tehát, hogy, mint hogyha az, hogy hashtaggel is szólt, az így külön erővel ruházná fel a mondandódat, vagy valami ilyesmi. Vagy attól rögtön menőbb leszel. Mert ugye van, aki azt csinálja, tudod, tehát, hogy tegyük fel, csinál egy Instaposztot, vagy egy Twitterben jelzés teljesen minden, és tényleg egy kilométer hashtaget ír alá. De azok általában azért szoktak lenni, ezeknek ilyen tudatos megfontolásból van, hogy milyen témakörökbe szeretne felmerülni, vagy hogy hol szeretné láttatni azt az adott Instagram posztot, vagy tweetet. És ezeknek van amúgy lényege egyébként. Például mit tudom én, az ilyen divat cuccoknál, tudod, mikor mit tudom én, valami modell, tudod, posztol magáról egy képet, és akkor az létező összes márkanév ott van hashtagbe, ami rajta van. Hát az azért csinálja az meg, hogy amikor valaki rákeres arra a szarra, akkor őt lássa ott az Adidasba is, meg a Chanelbe is lássa, meg mindenhol ő legyen ott. Ezt azért csinálják. De hogyha beírná azt, hogy hashtag de jól áll ez a ruha nekem, akkor valószínűleg a büdös életben senki nem találná meg, de nem. Sok helyen látták, igazatok van. Sok helyen látták, úgy gondolják, hogy ez menő, és akkor emiatt használják. Menőzésről jut eszembe. Igen? Én annyira marhára menőnek éreztem magam. Beleírtam a helynek a nevét. Még egyszer megpróbálom. Bad Kleinkirchen. Igen. Megint összeért beszarok. A rossz kis templom. Igen. Hashtaget a posztokba, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki egyébként követett, vagy követ Instán és belájkolta. Nem ez volt a cél, de egyébként a haverjaim teljesen oda voltak meg vissza, hogy úristen, mennyien lájkolják. Ez az. Én ott kezdtem el menőzni, amikor mutattam nekik, hogy bazd meg, Bad Kleinkirchennek az Insta fiókja is belájkolta. Ezt tudod elérni a jó kis hashtagekkel. Igen. Ez ilyen. Ez ilyen. Úgyhogy én ott azt mondtam, hogy na, legközelebb megpróbálkozok valami Shaquille O'Neal-os poszttal, és hát, hogyha is belájkolja. Igen. Akkor már egyszerűbb lenne megtegelni a márkák oldalait. Nem, KKK, mert azt nem minden esetben teheted meg. Nem minden esetben lehet betegelni, egy csomó márka oldal nem, tehát nem engedi, tehát csak jóváhagyás után engedi betegelni magát. Igen, egy Instagram oldalon azért használják a hashtageket. Illetve, hogyha együttműködés van, akkor vannak kötelezőek. Egyébként vannak kötelező hashtagek, amiket használni kell. Hogyha így ilyen van, együttműködést így van, tudsz, így van. Így van. Már csak azért is, mert valamit a kormány ír elő, meg van olyan, amit a másik partner. Igen, vagy a GVH, vagy hasonló, tehát igen. Ezek ilyen dolgok. Ha a falon a kávét, miért nem kávéztok? Én végig kávéztam. Én meg nem szeretek kávézni, nem szoktam kávézni. Bocs. Amikor a LEGO streamelünk, akkor szoktam inni néha kávét. Ha már főtt az energiáta. És Pisti kávés bögréjébe, bármi meglepő, kávé van. Délután folytatjuk az atomikártot. Egykor? Ha egytől. Nagyon fontos, ugye, tudjátok, hogy vannak gondjaink. Jani már elkezdte újra rakni a streamer gépet, ez az utolsó erőfeszítés. Utolsó előtti. Nem, mert szétvenni még nem próbáltam, vagy mire gondolsz? Veszünk másikat. Ellel kezdődik, és Inux-szal végződik. Nem, az nem megoldás. Az nem megoldás. Érted? Tehát, hogyha a kutyaszart nem összetakarítod, hanem így szétkened a földön, akkor jobb lett volna, ha hozzá se nyúlsz. Vágod? Tehát így, az nem megoldás. Úgyhogy, reméljük, hogy minden rendben lesz. Nem tudom, hogy most már nincs ötlet. Tehát egyszerűen ilyet még nem láttam soha az életemben, hogy egy adott óra, egy adott percében kressel szét valami minden nap ugyanakkor, és az egyetlen nap, amikor azt hittük, hogy megtaláltuk a hibát, és nem volt gond, az azért volt, mert később kezdődött a stream. Igen. Nem abban az időpontban. Úgyhogy most még ez a lehetőség van, hogy megöljük. Most újra rakjálni teljesen nulláról, legyen pálya. Ha utána se, akkor elkezdjük déltől, és megálljuk fél kettőkor, és 3-4-2-kor folytatjuk. Egyszer hihetetlen. Vagy eleve kettőtől kezdjük. Hihetetlen, hogy ugyanaz, és megnézed a logfájlokat, és mindig ugyanaz, és semmi nincs abba ahhoz az időponthoz kötve a gépen sehol. Igen. Egyszerűen iszonyat. Na mindegy, ez van. Hashtag Jani, drukkolunk, hogy meg tud csinálni a streamer gépet. Igen. Igen. Ugye csatlakozunk hozzá, de reméljük, hogy egykor találkozunk. Na, szevasztok! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!